A hét második felére már sikerült több sváb vagy német népdalt megtanulniuk a gyerekeknek. Csütörtökön reggel ezeket mind felelevenítették. A nap folyamán a már szokásos kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Ezen a napon plusz programként a szövéssel is megismerkedhettek az érdeklődők. Az idei táborban több mint 20 gyermek választotta a táncos foglalkozást, a korosztály idén is vegyes volt. Az idei évben már harmadszorra csináljuk a kolléganővel, Margaritával a tánc részét a tábornak. Az idén, talán az idén van a legtöbb táncosunk, 22 fővel sikerült összeszednünk a csapatot. 5 éves kortól 12 éves korig táncolnak most a gyerekek. Sokan vannak az egyesületünkből, de vannak azért új próbálkozók is, akik nagyon ügyesek. Megpróbáltuk az eredeti sváb, tehát az Insel van polka, amire táncolunk. Azt ugye itt a helyiek himnuszának is mondhatjuk, svábok himnuszának. Arra táncolunk, illetve a Radinka polkára, erre mindkét táncra táncol az egyesületünk, hát most egy picit egyszerűsítettük a táncokat, de azért megpróbáltuk a főlépéseket beletenni.